tánc után most énekléssel folytatjuk. Haraszti Julcsi és Marcsi a vendégem. Testvérek vagytok, ugye névből is kiderül, Haraszti Julcsi és Haraszti Marcsi. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a meghívást. Az előbb táncot láttunk, most éneklés, de ti mióta énekeltek? Hát mi már szinte születésünktől kezdve énekelünk, de színpadon pont most idén lesz 10 éve, augusztus 20-án, hogy először színpadra léptünk, és azóta folyamatosan színpadon énekelünk, igen. Most gyorsan elkezdtem számolni magamban, hogy akkor hány évesek voltatok, amikor kimertetek állni először a színpadra? Mikor először színpadon voltunk, akkor 5 évesek voltunk. Igen. Nem izgultatok? Hát igazándiból csak... Emlékeztek rá egyáltalán? Hát ilyen kis emlékfoszlányok vannak igazándiból. Az volt, hogy az ottani néptánc együttesnek kellett idő, míg átöltöznek, ezért minket, akiknek mindig is volt ugye népviseletünk, így odaállítottak a színpadra, hogy énekeljünk, ezen így menjen az idő. És hogy... Időt is sem volt megijedni. Hát vagy igen. Izgulni előtt. Igen. És arra emlékeztek, hogy akkor mit énekeltetek? Igen, egy maszonkai bátonyterenyei csokrot énekeltünk, ilyen arató dalokat. A családban mindenki énekelt? Nem tudom, édesanyjátok, nagymamátok, kiktől hallottatok énekszót? Hát igazából anyukánk mindig is énekelt nekünk így ilyen altató dalokat, meg így énekelgetett nekünk, de ő szerinte nem jól énekel. Szerintem jól énekel anyukám is, de népdalokat a szembe szomszédban lévő Rozinétől tanultunk, Isten nyugosztalja őt, és tőle sajátítottuk el az énekeket. És a palóc tájszólást, amivel meg énekelünk, azt is édesanyánktól és Morozi nénitől tanultuk. Ti egyébként melyik településről jöttetek ide? Hát ide Hollókőre mi Bátonyterenyéről, Maconkáról jöttünk, de ez a rész, ez a település, ez nekünk nagyon otthonos, mert anyukánk innen nem messze, Varsányból származik, úgyhogy az itteni a hagyományok, meg népdal énekek, meg minden ilyesmi nekünk így otthonos. Közel áll hozzánk, igen. Igen, a szívünkhöz. Van valami népdalkör, vagy kórus, amihez tartoztok? Hát nincsen. Mi ketten vagyunk egy formáció, és... Népdal együttes, népdal énekes együttes. És így éneklünk mindig. Olykor kíséritek magatokat valamilyen hangszerrel, citera, vagy... Hát... Erre gondoltatok már? Gondoltunk már rá, és egy nagyobb lépést is tettünk egy ügyben, de nem igazán sikerült, úgymond. Mi mindig is játszottunk hangszereken, de nem népi hangszereken, szóval cselló, furúja, aztán zongoráztunk, de nem népi hangszereken játszottunk. Uh-huh. Nem baj, ezek azért jó alapot adnak arra, hogy talán... Igen, meg hát a ritmusérzéket és az agyat is fejleszti a hangszeren való játszás. Igen. És a tánchoz hogyan viszonyultok? Tudom, hogy az más dolog, csak itt a beszélgetéseink során gyakran, ugye, ha már arról beszélünk, hogy hagyományőrzés, akkor gyakran előkerül a tánc is. Néptáncolni néptáncolunk, de csak ilyen hobbi szinten, szóval nem komolyabban, mert hát én nagyon élvezem a néptáncot, de szerintem annyira ilyen nagyon jó, nem vagyok benne, de viszont igen, táncolunk. Igen, most például szüneteltetjük a táncolást, mert most volt ugye a pandémia, és ez alatt nem sikerült, és még mindig nem sikerült visszarázódnunk, szóval... Mennyit gyakoroltok? Vagy ez hogyan zajlik? Hát mindig változó, hogy mennyit gyakorlunk, attól függ, hogy milyen gyakran jönnek a fellépések. Általában minden nap énekelünk, szóval... De nem úgy kifejezetten így erősíteni a hangokat, hanem csak úgy is éneklünk magunknak, mert hát igen. Fellépések előtt általában egy olyan 4-5 nap felkészület van úgy egy fellépés előtt, így akkor kezdjük el így gondolkozni, hogy mit énekelünk, hogyan, meg mi, mint, igen. Ki segít ebben? Tehát, hogyha össze kell állítani mondjuk egy népdalcsokrot, akkor van-e segítségetek? Van, természetesen ott van édesanyánk, meg a felszállott a pávában a mentorunk Erika néni, az, aki rengeteget segít nekünk, a legszebb népdalcsokrainkat ő állította össze. És hogyan bővítitek a népdal kincset, amelyből válogattok? Hát ebben is Erika néni szokott segíteni, meg
Van ez az internetes oldal, hogy publikált népzenei felvételek, és oda fel vannak töltve ilyen népdalok, amiket meg lehet nézni. Meg hát minden évben, minden nyáron megyünk népzenei táborokba, és ott is rengeteg új dalt hallgatunk, többek között saját gyűjtéseket, amiket az ottani tanítók, akik oda mentek, hogy népdalt tanítsanak, ők gyűjtöttek saját maguk, úgyhogy azokból is rengeteget tudunk tanulni. Ez ilyen népzenei táborokban gondolom, hogy nem csak az ország minden tájáról, de akár még határon túlról is jöhetnek résztvevők. Maguk a népdalok azok olykor hasonlítanak, de az előadásmód az nagyon eltérő lehet. Van-e itt akkor a Palócföldre jellemző előadásmód, és úgy rácsodálkoztok-e olykor, hogy jaj, de furcsa, hogy máshol másképp énekelnek? A régi emberek általában mindig a saját szokásaikat, meg a saját környezetükben való dolgokat követték, és emiatt természetesen hát úgymond a népdalok stílusa is egy kicsit másmilyen a népdaloknak a főleg a díszítés, meg hát az előadásmód is egy egészen aprót másmilyen, szóval, hogy mi palócok egy kicsikét talán máshogyan éneklünk, mint például a moldvai népdalénekesek. És ez a különbözőség miben jelentkezik? Hát legfőképp a dallamvilágban és a díszítésekben. Még a tájszólás, ugye? Persze a tájszólás. Még a moldvaiak ilyen nagyon, nagyon díszesen éneklik a lágyan. A palócok ilyen lágyan és jó ízesen, tájszólással. Nagyon bátran éneklik. Igen, hangosan. Igen. Hangosan, bátran? És meg is mutatjátok nekünk, hogy hogyan énekelnek a természetesen palócok? Mit fogtok énekelni? Egy magyar Bertali Máriás csokrot fogunk énekelni, ha már ugye mi is katolikus keresztények vagyunk, római katolikus keresztények, és nagyon, szóval, hogy a népdal nem élhet hit, vallás és Isten nélkül, szóval, hogy nem adná át a megfelelő üzenetet, vagy azt, amit át akarna adni, szóval a vallásosság mindig nagyon fontos a néphagyományban. Akkor ezt meghallgatjuk tőletek. Nem. Adok gyorsan egy hangot. Nagy Isten kedvében, örök dicsőségben, örvendező anyja, tekint szolgaidra. Szent István, ó Szűz Mária, ó ne hagyj magunkra, tekints országunkra, a szíved gyessége legyen hazánkéke. Köszönjük szépen, hogy el tudom képzelni, hogy amikor misére mentek, és kiengeditek a hangotokat, akkor ott szépen szól az ének. Minden vasárnap megyünk misére, és minisztrálunk is egyébként, már 6 éve azt hiszem, és hát minden misén énekelünk természetesen, úgyhogy igen. Igen, a néppel együtt. Igen, én is úgy gondoltam, de az azért úgy húzza magával a többieket, bár ahogy beszéltünk a palóc éneklésről, úgy látom, hogy tényleg bátran kiengedik a hangukat a mások is a templomban. Igen, ez egyfajta ilyen palóc technika, meg hát rimóci népdalokban is például nagyon lehet hallani, hogy erőből, erőteljesen, nagyon magasan és varázslatosan éneklik a népdalokat, és így is lesz igazán jellegzetes palócos, igen.
Mint például, ha megnézik Margit néni, ahogy énekel, szerintem Margit nénit nem kell bemutatnom, mindenki ismeri őt. Ő is nagyon magasan és erőteljesen énekel, gyönyörűen. Csodálatosan, igen. Vannak-e példaképeitek? Ugye mondtad azt, hogy van egy oldal, ahol hozzáférhetőek ezek a népdalok. Igen. Kik azok, akikre úgy felnéztek, vagy akiktől szívesen hát tanultok? Ezeket a népdalokat ezen a weboldalon adatközlő nénik meg bácsik szokták énekelni, és de leginkább az úgymond ilyen példaképeink az, hát például Margit néni, hát meg az adatközlő. Igen, és ne felejtsük ki Erika nénit is, Erika például nénit, a mentorunkat, meg Sebestyén Márta néni, még igen. Nagy példaképünk. Meg hát ugye a szüleink, ők inspirálnak, meg ők támogatnak mindenben. Igen. Akkor a családban ezek szerint a férfiak is énekelnek szívesen? Hát, van, igen, inkább táncolnak. Nekünk ugye nagyon sok testvérünk van, 10 vagyunk testvérek, és a testvéreink közül nagyon sokan tudnak énekelni, ha bár nem igazán szoktak, mert nem igazán szeretnek, de például a húgunk, ő sok versenyt is megnyer, meg ilyenek, de a fiú testvéreink nem igazán szeretnek énekelni, pedig őnek is nagyon jó hangjuk van. Lehet, hogy ők hány évesek? Már nagyobbak már de nem szeretnek ők annyira. Ezt egy kicsit bonyolult hát elmondani, mert nekünk 6 bátyánk van, és a legfiatalabb 17 éves, a legfiatalabb bátyánk. Értem. Hát igen, az a korosztály nem... Nem igazán szokott. Na, 20 évesek, igen. Majd aztán, ha majd ők is szülők lesznek, akkor hát, ha újból elkezdenek énekelni. Hát reméljük. De és akkor hogyan zajlik nálatok egy nagy családi esemény? Mondjuk, amire tényleg mindenki összejön. Most tekintsünk el attól, hogy itt ez a vírusjárvány volt, de előtte meg majd reméljük, hogy nem sokára... Egy esküvő, egy nagy születésnap. Ez nagy... pont aktuális esküvő, egyébként. Pont, aktuális. Pont most lesz. 17-én? 17-én a bátyánknak az esküvője lesz. És általában nagyon sokan szoktunk lenni, szóval ha még csak az ilyen szűkebb családi kör gyűlik össze, mondjuk így az unokák, meg unokatestvérek így, akkor is 18 unokatestvér van, és 10 mi vagyunk belőle. Úgyhogy így is így nagyon sokan leszünk, szóval fú, nem is tudom mennyien, hát nagyon sokan. És akkor úgy van, hogy a 6 fiú után 4 lány, vagy a 3 nem, lány? 3 lány van, és 7 fiú, és a legfiatalabb testvérünk fiú még az öcseink, igen. Ez azért nagyon szép család. Hát igen, elég szép sokan vagyunk. Itt a nap során nem csak a tánc került már szóba, hanem a játék is. Ti szoktatok együtt játszani? Tehát a tiétek az olyan játékos család? Természetesen szoktunk együtt játszani, ha bár már az már 4 nagy testvérem már nem él otthon, de mindig, amikor hazaérnek, akkor is minél több időt töltünk együtt, meg azért nagyon szeretünk együtt mind időt tölteni. Annak ellenére, hogy néhány testvérünkkel elég sok ugye a korkülönbség, hát a legidősebb és a legfiatalabb testvérem között, hát a legidősebb testvérem 28 éves, a legfiatalabb meg 10 lesz most, igen. Szóval hát elég nagy a korkülönbség, de attól függetlenül nagyon szeretünk időt tölteni. Miért jó ilyen nagy családhoz tartozni? Igazából hát azért jó, bocsánat, Júlcsi. Igen, aztán Júlcsi majd ragad magadhoz a szót, mert látom, hogy... Azért jó nagy családban lenni többek között, mert mindig van kire számítanod, szóval sosem hagynak cserben, nem maradsz egyedül, mindig lesz támaszod, mindig mindenkire számíthat, hogyha esetleg ne adj Isten, valakik összevesztének, mindig kivékítik őket a többiek, és nem maradnak haragban nagyon sok ideig, és igen, ez így, még nem unatkozol, az biztos. Én nem is tudom, mikor mondtuk, de nagyon sokszor visszahallom ilyen interjúkban, amikor mondják, hogy ilyen nagyon kicsik voltunk még, és azt mondjuk, hogy azért jó nagy családban lenni, mert az ember sosincs egyedül, még akkor is, ha egyedül van. És akkor ezt így tényleg elmondhatom, hogy hát csendes sosincs, de tényleg az ember soha nem érzi úgy, hogy én most így magamra vagyok maradva. Csak magamra számíthatok, mert mindig van mellette valaki, aki tudja őt támogatni, segíteni neki. Az eddig elmondottakból az derült ki számomra,
hogy a szüleitek nagyon mélyen vallásosak, tehát hogy számítanak a Jóistenre, és kell is ilyen nagy család esetében a gondviselésre számítani. Így van, ez így van. Édesanyánk és édesapánk is római katolikus keresztény, és ez az elv szerint neveltek minket, szóval, hogy minket is keresztények, katolikus keresztényeknek neveltek, és minden vasárnap ott vagyunk a templomba. Ha nem is tud mindig az egész család elmenni, úgy mind a 12-en, akkor is hát a család jelentős része ott van. 5-en minisztrálunk is most éppen, és hát ilyen. Van-e, igen, egy nagy bögyök kerülgettek bennünket, de majd elhesegetjük őket, vagy ha kell, akkor lecsapjuk. Van-e a tarsolyotokban még valamilyen ének, amit szívesen elénekeltek nekünk? Természetesen van. Most mit fogunk hallani? Most még egy Máriás dalt fogunk hallani. Azt mondtuk, hogy csokrot énekelünk. Igen, én vártam is, hogy igen, folytatódik-e. Nem csokrot énekeltünk. Végül nem tudom miért. Úgyhogy, akkor szerintem azt elénekeltétek, de a többit akkor akár így csokorba szedve szívesen meghallgatjuk. Vagy nem tudom, hogy hány ének van három még. Három ének van, és egyet énekeltünk el belőle. Jó, akkor meghallgatjuk így. Rendben. Angyaloknak boldog királynéja, Úr Jézusnak dicsőséges anyja, mennyországnak éke szép csillaga, paradicsom tündöklő kapuja. Néznek reád árváknak szemei, özvegyeknek szomorú szívei, szegényeknek nyomorult ügyei, bűnösöknek sóhajtó lelkei. Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának, tegyünk tiszteletet Jézus szent anyjának. Üdvözl légy ezerszer, egek királynéje, ó kegyelmes, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Nagy méltóságra vitt az Isten tégedet, de nagyobb szívedbe hozzánk a szeretet. Üdvözl légy ezerszer, egek királynéje, ó kegyelmes, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Mielőtt elköszönnék, egyetlen kérdésem még volna, hogy mik a terveitek? Tehát hogyan látjátok a... Azt egy kicsit elhesegethetett. Egy kicsit félek tőle. Igen, azért mondom, hogy nyugodtan várjál, adok neked egy lapot, amivel... Jó, sikerült megszabadulni a darástól, és tehát a terveitek, hogyha nem is tudom, tovább tanulásban, vagy a felnőtt életetekben színpadon képzelitek el magatokat? Hát igazából, mint ilyen úgymond hobbi dolog, szerintem mindig is az életünk része lesz, de nem szeretnénk ebben elhelyezkedni így úgymond főállásban, mert ez elég rizikós egy szakma. És igen, nagyon szeretjük csinálni, szóval nagyon jó lenne, hogyha csinálhatnánk ezt egész életünkbe, de nem lehet. És akkor te mi szeretnél lenni, vagy melyik, inkább a humán, vagy inkább a reál tárgyak? Jótól kérdeztem, mert én vagyok az, aki még nagyon nem tudja, mit akar, de hát inkább humán tárgyak, mert hát a reálból nem igazán vagyok így a legjobb, vagy nem is az, hogy nem vagyok a legjobb, inkább nem annyira kedvelem. Nem annyira érdekel, igen. Hát inkább kijavítom Julcsit, mert nem az, hogy nem tudunk. Mindig is fogunk szerintem énekléssel foglalkozni, ez már így az életünket így végig fogja kísérni nagy valószínűséggel, de emellett még más dolgokkal így komolyabban foglalkozni. Engem például most nagyon érdekel a pszichológia, meg hát igen, hát inkább a humán tantárgyak, mint a reál tantárgyak. Habár mondjuk a egyetemet végzettes folyam közül majdnem, hogy az összes
mérnök, meg fizikus, meg ilyenek. Úgyhogy hát igen, meg a nyelvekkel nagyon szeretünk foglalkozni. Igen, nyelveket nagyon tanulunk most is. Angolt gondolom elsősorban. Hát, igen, igen. Két tannyelvű iskolában járunk, angol két tannyelvűbe. Uh-huh. Emellett ma jövőre fogunk németet, és emellett még tanulunk oroszt. És oroszt a tanárral, és még koreait így saját kezünkben. De érdekes. És nagyon sok nyelven szeretnénk beszélni, igen. Kiválasztottátok a koreait valami miatt? Tetszett a nyelv. Tetszett a nyelv, meg az van egy írása, ami a hangul, és az egy kicsit ilyen bonyolultabb, ugyanúgy, mint az oroszban a cirill betűk, és emiatt ilyen jó kihívás nekünk. Igen. Hát én nagy örömmel beszélgetek majd veletek később is, hogy meglássuk, hogy mi valósult meg a terveitekből. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.